Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyok a következő Global Tour eventes backopeninggel, és most már itt vagyok a saját akkuntomon, és itt fogom kinyitni a 45 darab packet. Én is 4 darab ilyen meccses cuccot nyitottam ki, úgymond, és mindegyikből van 10 darab pack, kivéve a Juventus Rómásból, mert abból 15 van azért, hogy nagyobb eséllyel kaphassak játékost, méghozzá Manolas, hiszen ő ér a legtöbbet mindenki közül, úgyhogy remélem, hogy fogok is kapni egyet. Szóval szerintem nézzük is, hogy miket fogunk kapni. És akkor kezdjük a... Hát én azt mondom, hogy a Juventusosokat hagyjuk a végére, és akkor menjünk hátulról. És ez pedig a Chelsea vs Arsenalos matchpack, úgyhogy nézzük, hogy kapunk-e jó dolgokat. Hát egy szuvenírt azt kaptunk, viszont csak egy darab van, szóval ez valószínűleg nem lesz meg, bármint, hogy nem fog kijönni játékos, úgy értem. Na, nézzük tovább. Még egy szuvenír. Hát, hogyha így haladunk, akkor még ki is jöhet akár, de én inkább játékosokat szeretnék. És még egy szuvenír. Hát érdekes igazából. Egymás után 3 szuvenír. Már az előző videóban is, előző pekkor 4 szuvenír egymás után. Megvan őrülve az ijé. Az előző videóban is azt hiszem 4 szuvenírt kaptunk egymás után. Viszont, basszus, hát inkább a Juventusról adjon szuvenírt, mint sem, hogy ebből. Na jó, elmész a picsába, mi van veled? 5 szuvenír egymás után. Mert nem 5 játékos egymás után. Na, itt van. Kellett nekem megszólalni. Már nem is ad szuvenírt, hanem 2000 konyaszokat. És ott egy Rüdiger. A lényeg, hogy játékost kaptunk, igaz, hogy a legkisebbet, aki 100 ezer alatt van valószínűleg, de játékos. Ingyen pénz, mi kell még? 3 darab pack maradt a Chelsea Arsenalos meccsből, úgyhogy nézzük a következőség 2000 quixel. Na, nyitódik az utolsó előtti, amiben szuvenír van, baszi, de én besorok. Utolsó darab Chelsea vs Arsenalos pre-match packben 2500 forint. Jó. Na, térjünk át a Dortmund Bayernre, és ebből nagyon örülnék egy Hummelsnek például, és ja, nem is tudom egyébként, hogy ki az, aki még ott sokat ér, mert Tolisso 130 körül van, egyébként ő egy nagyon jó játékos, a 95-ös verziója meg is van nekem, akkor nem tudom, hogy kik vannak még ebbe a kategóriába, mármint, hogy melyik játékosok, Hummelst meg Tolissót tudom. És 2000 coins. Hát eddig nem nagyon adja, még szuveníreket sem. Na nézzük, ez, na itt a szuvenír. Itt 5 darab van, hát ez se lesz meg valószínűleg. Bár ki tudja, megint ad itt 5 darabot egymás után. Nézzük, és 2000 coins. Az előző videóban legalább 7500-akat meg 5000-eket adott, hát itt most egy kicsit kevesebb. Na itt ötletet, így megfeleződnek az összegek. És 2000 coins. Oké. Okay. Utolsó előtti Dortmund Bayern matchpackben 2500 coin. Hát ez... Nem. Utolsó pedig szuvenír. Jó. Na, jön az MLS Real Madrid. Erre még kíváncsi leszek. Itt azt hiszem Schweinsteiger ír a legtöbbet talán. Ő azt hiszem csak 450 körül van. Nem tudom már, mert régen néztem az árakat. Lehet, hogy azóta már lejjebb ment, vagy feljebb ment. Nem tudom. 2000 konyszokat kapunk csak. Hát ez eddig egy hulladék pack opening. Az előzőhöz képest legalábbis biztosan. És itt 7 darab szuvenír van, most már 8. Ez viszont lehet, hogy ki fog jönni. Hogyha még ott 2 darab szuvenírt, akkor lehet, hogy lesz egy játékosunk, illetve még egy, mert Rüdigert ugye megkaptuk. Akkor itt a következő szuvenír, még 1 darab kéne. És akkor, hát ha tudunk nyitni egy játékost, ez már csak a quixeleken fog múlni, bár azt szerintem megvan, és ez is megvan. Quixelek valószínűleg meg lesznek hozzá, tehát azon nem múlik. És még egy szuvenír, hát most már plusz 1-be vagyunk, annak már nem örülök, mert nem akarom még egyszer kigyűjteni ezt. Inkább a Juventusosat, 5000 coins, na, végre valami jó. És az utolsó darab, pack, az pedig 2000 coins. Na de most jön a lényeg, Juventus-Rómás packek jönnek,
Hát remélem, hogy ittunk egy manolaszt. Minimum egy manolaszt, az nagyon jó lenne. Azt nagyon adnám. Az így feldobna a hangulatomat, az biztos. De az elsőben nem volt semmi, másodikban pedig szintúgy. Akkor nézzük a harmadik Róma Juventusos pekket. 2000 coins. Következő. 10.000 coins, na. Még nem is kaptam 10.000 coinsos Quixel tokent. És a legnagyobb pedig egy 25.000-es volt, bár a spekben nyitottam, szóval az így is bukás volt, de attól függetlenül az volt a legnagyobb. Tehát a 25k-s. Hát jó lenne megdönteni egy 100.000-essel, vagy 50, nem tudom, hogy van-e még ezek fölötti érték, bár szerintem nincsen. Következő pack 2000 coins. Tűha. Hát eddig még ez a legrosszabb Róma Juventusos packek, még a legrosszabbak eddig. Pedig ezekben bíztam. Jó, most oké, kaptunk 10.000 coins, az nem rossz. 2000 coins, basszus. Sorba adja a 2500 coinsokat, amivel semmire nem megyek, könyörgöm. Hát meg se éri elkvikszelezni. Basszus. Nézd meg, hát jó van akkor, ne is adja egy játékos se. Nem kell nekem, jó? Nem kell. Ne adja egy játékos se. Utolsó előtti pack. Valószínűleg 2000 coins lesz. Hogy megmondtam? Én egy jós vagyok. És a következő, ez meg 2500 coins lesz. Nem, 2000? Na, hát jó. Szóval, csak hogy legyen valami jó is a videóban, valami jó nyitás, remélhetőleg. Nézzük meg, hogy igen, simán kijött, bőven kijött. Na nézzük akkor, hát ha egy Schweinsteigert, vagy nem tudom ki a másik legnagyobb. A lényeg, hogy egy 93-as adjon minimum. Nézzük, 3, 2, 1. Giovinco, na, az nem rossz. Giovinco az nem rossz, azt hiszem ő több mint 300k. És egyébként őt néztem is egyszer, hogy megveszem, mert rohadt gyors is, meg statok alapján rettentően OP-nak tűnik. Tehát nézzétek meg ezeket a statisztikákat. 98-as lesz így, és 101-es attakom lesz tőle, viszont az összlóvérem az pedig lejjebb megy, mert Schweinsteiger is 103-ról leesett 102-re, illetve Danny Rose is leesett, ez szóval ja. De azért nem rossz ez a Giovinco. Nézzük meg, mennyit ér. Mi a szent szar? 380.000-et ér? Te jó Isten! 370-380.000 coins. És elmegy, tehát 382-be elmegy. Én meg azt hittem, hogy 300.000-et, hogyha ér, az már jó, de közben paszta. Hát akkor jósan fel is rakom. 380, 350. Hát még nézzenek oda, nyitok egy 400k-s playert a végre. Megnézzük Rüdigert is, bár ő nem hiszem, hogy olyan sok lenne. És igen, tehát 54.000 coins. Hát... Nem tudom, hogy közeljövőben fele fog menni az ára. Esetleg egy picit drágában tudjam majd eladni. Meglátjuk. Na de köszönöm szépen a figyelmet, srácok! Hogyha tetszett a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot és egy feliratkozást. Sziasztok! We'll be right back.